Szevasztok, gibbolisták! Szép estét mindenkinek, újra kedd van, újra 20 óra, 2 perc, és ez itt a teljes a Gibbon Games interaktív talkshowja. Harmadik évad, 6. adás, és vendégünk Púza András, a Hard Dog Race atya alapítója, atya úristene, és így tovább. Ez majd szépen végig megyünk a Randrétán. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Itt van szokás szerint velünk Rike, Gibbonok atya alapítója, majd jól megküzdhetnek egymással. Ez majd két atya úristen. Ez találkozó. És itt van Mikey Lendő gyerekének az atya, Mikey Waldner Miklós. Szevasztok! Nem maradj ki a szórásból. Isten játszok. Ugye ez egy ilyen találkozó mai estére. Belecsaphatunk a lecsóba? Csapjunk, hogy ne. Nagyon jó. Vagyunk itt. Akkor egy lap. Hátra ezt az, amikor te dobásod van. Várj. Tegyük képbe mindenkivel, aki még eddig nem tudott volna róla, hogy mi is ez a Hard Dog Race. Én fogom ma képviselni ezt az oldalt, aki egyáltalán nem tud róla, de direkt csak keveset néztem utána. Pontosan ezért. Mennyit néztél utána? Mit tudsz róla? Nem akarjuk a hóért, te következik. Nem, okay. Azok, akik még sose láttak ilyet, vagy nem hallottak a Hard Dog Race-ről egyáltalán, akkor így nekik. Hozzuk meg a kedvet. Jó, hozzuk meg a kedvet. Oké, a Hard Dog Race az egy kutyás akadálypályás futóverseny. Ennyit egyébként tudtam már. Na jó, ezt elhisszük, oké. Na, tehát a Hard Dog Race-nek a lényege, hogy magát a pályát a kutya és ember párosával együtt teljesíti. Együtt kell legyőzniük 6 kilométert, 12 kilométert, ez attól függ, hogy melyik versenyfajtáról beszélünk, és minimum 16 akadályt, illetve ennél többet is. Minimum 16 akadályt, és ez azt jelenti, hogy a kutyának és az embernek egyaránt futnia kell, vagy fölkaphatom a kutyát az ölembe, aztán utca neki ménköpocok, mert csak 2 kiló a kutyára. rá lehet ülni a kutyára. Elfér a táskámba, aztán mehetünk. Itt már elkezdtük boncogatni a versenyszabályzatba, belementünk egy kicsit. Lépjünk vissza egy lépést, hogy mi a Hard Dog Race, válaszolva a kérdésedre, hogy arról szól az egész, hogy az embernek és kutyájának ugyanazt az akadályt kell teljesíteni. Uh-huh. Tehát ugyanazon kell átmenniük, ugyanaz a kihívás vár rájuk. Tehát nincs az, hogy igen. Tehát együtt futunk 100 métert, utána mind a ketten megiszunk egy korsó sört, egyet. Így van, aztán így van. Picikét legalább egy-két akadályt, hogy milyen akadályokról is van szó. Hát már előtted a legjobb akadályt. A sörös gondolom az a vége. Annak örülnek a legjobb kutyák. Nem, sör, úgy kezdjük, hogy sör, és nem lehet pisilni végig. Ó, ott azért van. Tényleg hard dog, tényleg hard. Abszolút elfelejtettem valamit, mindenképpen osszátok meg, akik itt vagytok a videót, mert kezdünk gyülekezni, és most már van is értelme, hogy jó sokan legyünk, hogy tudjatok kérdezni Andrástól útközben, bocsánat, hogy ezzel És ha már a kérdésnél tartunk, nyugodtan szóri, záporozzatok meg minket kérdésekkel, akár minket, de legfőbb. Semmire nem válaszolok, nem fog válaszolni. Ezt előre is elmondta egyébként. Igen, de látjátok, hogy már az első kérdésünkre kétszer is válaszolt, úgyhogy ez igazából nem jött össze, úgyhogy jöhet majd minden. Kétféle verziónak válaszunknak, hogyha témába vágó kérdés van, akkor azonnal megválaszoljuk, illetve amint sorra tudjuk keríteni, illetve nem témába vágó kérdéseket, hogy például valakit az érdekel, hogy Andrásnak mi volt a jel az Obi-Wan, azt majd a komment szekcióban a két játék között fogjuk megválaszolni, illetve föltenni nekik, azt majd eldönti, hogy megválaszolja nektek, de addig is záporozzanak a kérdések. És külön üdvözöljük András barátait, jöhetnek a kérdések. Igen, föl lettünk készítve, úgyhogy ide jöhet. Erre szoktam mondani a rossz nevek, hogy Andrásnak nincsenek barátai. Ja. Majd mindjárt megkodjuk. Bizonyítsuk be az ellenkezőjét a mai este. De azért a sörös dologgal fölpiszkáltunk néhány embernek az érdeklődését. Nagyon jó. De milyen akadályok vannak, amiket a kutya ember együtt teljesít, vagy ő is, és így tovább? Mondok konkrét példákat, és fogod érteni. Sokat segítesz. Okay. Ez egy konkrét akadály. A Hard Dog Race-nek lényege, hogy nem lesz fel tiszta. Tehát ez nem úgy szoktam mondani, hogy ez nem az angol úri kisasszonyok te a délutánja. Tehát itt tuti, hogy koszos leszel, tuti, hogy mocskos leszel, biztos, hogy olyan fog veled történni, ami hétköznapi életben nem történik meg. Ez egy fontos dolog. A víz és a sár elengedhetetlen része a... Meghoztad a kedvemet. A kutyatartás az is. Hard Dog résznek. Akkor te egy jó alap lesztek majd a mosószer reklámnak. Szponzorációról nem nyilatkoznék, de egyébként igen, van egy ilyen tárgyalás folyamatban. Golyan, hogy belenyúltam! Mint marketing szakember telibe találtál, és ebben a történetben. Ez már bennem is felmerült, ez az
ötlet egyébként. Jó, nem csodálom egyébként, annyira adja magát, de folytasd, bocsánat, csak ez kibukott. Tehát a lényeg, hogy vannak épített akadályunk, speciálisan ide tervezett és ide épített akadályunk, és vannak olyan, amikor magát a természet és a pályának az adottságait használjuk ki, és az abból képezünk akadályt, adott esetben egy tó, egy folyó, egy emelkedő, kedves hárdogrész, teljesítok az emelkedő. Minek szokták hívni? András anyukája csuklik. Tehát az úgy megszokták. De azt olvasom az egy cikkben, hogy te arra hajtasz, hogy, tehát, hogy az a célod, hogy a versenyen legalább egyszer mindenki... Is. Az is a célom. De igen, a célod, igen. Tehát, hogy legyen benne kihívás. Igen, hogy legalább egyszer szidják anyukámat. Úgy van megtervezve, úgy van felépítve a pálya, hogy mindenkit megfogjon. Tehát mind a legkeményebb Rambónak is legyen egy olyan pontja, amikor azt mondja, hogy ez azért durva volt, vagy ez sok. Hiszen amiért nem dolgozol meg, nem küzdesz meg, annak nem lesz meg a kihívás élmény. Nem lesz meg a kihívás élmény, és a szlogenünk ugye a hat láb, két szíve, egy büszkeség, hát mire leszel büszke, ahol olyat teljesítettél, ami nem egy hétköznapi sztori. Igen, és ha már itt tartunk, akkor muszáj megkérdeznem, hogy hogyan tudjátok, hogy hogyan tudod, vagy nem tudom, hogy hányan csináltok a pályákat, hogyan tudjátok úgy összerakni, hogy az, aki beesik az utcáról, és hozza a fifikét, és ők is valahogy végignyomják a 6 kilométert, meg jön az edzett katona a képzett kutyájával, ugyanúgy elindul a 6 kilométeren, mert aznap csak az van, hogy nem tudom, tehát hogy arra akar indulni, hogyan lesz meg mind a kettőnek. Mert azt értem, hogy ha a katona kihívás, akkor a Fifik és Erzsike a közértből, ő biztos, hogy meg fog rajta halni. Fú, most elveszítettünk egy csomó embert. Biztos vagyok. Nem, mert pont ez az, hogy itt jön ki, hogy miért nagyon jó a hardog rész, még több kollégánk versenyez, de ez nekünk számunkra nem derült még ki, hogy van ez, hogy mindenkinek működőképes a dolog. Ugye jelen pillanatban két, illetve három fajta versenyünk van, azért mondom, hogy inkább kettő, mert a felnőttnek kettő van, egy junior, egy 2 km 8 akadályos, az egy ilyen könnyed játékos történet a srácoknak. A felnőtteknek két pályánk van, a 8-6 kilométeres base, ez ugye ez a bázis néven, ezt úgy szoktuk mondani, ez a belépő a hardog rész világába. Ugye nem vetkőzhetem le a katonai múltamat. A bázison is kemény az élet, nyilván, tehát ott is zajlik a móka rendesen. Ez a base szimbolizálja a wild, a 12 kilométerünk, amikor kimész a bázisról, és ott már a dróton túl vár a móka és kacagás. És Agnák, mi egymás? És ott van az, amit kérdeztél, hogy hol fogódik meg jobban az edzett ember. Inkább a 12 kilométer, hol ezeket tehát a kemények srácokat. Ne is induljon el a 6 de kilométeren. Induljon el a 6 kilométeren, mert egy hatalmas élmény, ráadásul úgy épül fel, hogy a 6 kilométer az egy ilyen belépő a hardog rész világába. És hangsúlyoznám azt, hogy mindig önmagunk vagyunk a mérce. Tehát itt soha nem a másik idejét kell nézni, soha nem a másik edzettségét. Lehet, hogy ami megfog valakit 6 kilométeren, és önmagának olyan a 6 kilométer, mintha 30-at futott volna, vagy 40-et egy nagyon edzett ember. Tehát mindig saját vagyunk magunk vagyunk a mérce. Válaszolva a kérdésre, hogy hogyan érjük ezt el, hogy mindenkinek kellemetlen legyen, vagy valakinek még kellemetlenebb. Igazából ezt úgy jobb talán megfogalmazni, hogy mi szervezők, és akik tervezzük a pályát, problémát akarunk okozni a versenyzőknek. A versenyzőnek pedig meg kell oldania ezt a problémát. És úgy érjük el, elsősorban úgy, hogy van egy erősebb versenyünk, ami kifejezetten ilyen edzettebb, keményebb embereknek szánunk. És van a base, ugye, ami viszonylag könnyebb, de azt sem mondanám könnyűnek, tehát az is egy nagy dolog teljesíteni. És az akadályok pedig úgy vannak felépítve, hogy a testalkatokhoz, súlyhoz, edzettségi fokhoz mindenki másképp reagál. Tehát például tudok olyan nagyon edzett srácot, akit egy bizonyos akadály nehezebben küzd le, vagy nehezebben birkózik meg vele, és ugyanaz az akadály például egy kevésbé edzett embernek az neki könnyebben megy, ő azt kifejezetten szereti. Wow! Azt megkívánk, közben jött egy ilyen, hogy
jött egy ilyen komment Melindától, hogy akkor velem van a baj, egyszer sem anyáztam, és egyszer sem borultam ki, hogy sok szerintem ez jó buli. Igen, veled van a baj. Elég megválaszoltuk. Nem, Melinda, nem, abszolút nincs veled a baj. Felül kell bírálnom az egész csapatnak a működését, egy csomó embert ki fogunk rúgni természetesen, mert ilyen nincs, hogy valaki nem szígyja anyukámat. Tehát, nem. Ez itt a cél, kérem nem, szépen. Nem, félretéve a viccet, én ennek nagyon örülök, hogy te ezt bulinak tartod és élvezted. Neked nagyobb kihívás kell, ez neked a brutálon lesz a helyed majd a 20 sok kilométer, amit szóval egyszer végén. Van még egy terve, igen, tehát a tervező asztalon már a kezdetektől van egy brutál nevű verseny, ez 20 km fölött lesz, és 28-30 akadály, még nem tudom pontosan. 2019-re kapnak ebből valamit? Nagyon szeretném, de nem merem ígérni, mert azt nem is kell. Alapelvünk a Hard Dog Race-nél, hogy csak akkor szervezünk versenyt, ha olyan lesz, aminek megálmodom és aminek eltervezem. Ha brutál nem tudja és nem tudjuk azt a minőségi színvonalat hozni, ami méltó a Hard Dog Race márkanévhez, akkor inkább nem szervezzük meg. Akkor inkább lefogom. Melinda röhögve végig megy azon is, és brutál. Nagyon korrekt hozzáállás egyébként. Közben Gábor írta, hogy a Wild vége előtti siratóna az gyilkos volt. Gondolom a sirató az egy erős emelkedő lesz akkor a siratófal. Az egy motocross pályának a siratófalát kell elképzelni. Hát az jó van. Ez a pirisei motocross pálya. Ezután is gratulálunk Gábornak, hogy felment, és persze mindenkinek, aki rajtozált. A kutya egyébként segít, vagy inkább hátráltat? Hogyan ez? Mert nyilván el tudom képzelni, hogy van egy olyan, ahol tök jó, hogyha húz, de mondjuk ha én oda megyek egy jót kival, akkor az aztán húzhat, nem? Nálunk nem, tehát a mi versenyszabályzatunkban nem előírás, hogy húzzon a kutya. Vannak kutyásportok, ahol igen. Nálunk annyi a szabály, hogy a kutya vagy előtted, vagy melletted futhat. Tehát nem hagyhatod le a kutyát, nem, magyarán nem húzhatod magad után fizikét, akinek már kilóg a nyelve. És előfordul olyan, hogy igen, segít a kutya, tehát itt is az akadályok úgy vannak megtervezve, hogy legyen olyan pont, ahol a kutya szorul a te segítségedre, és legyen olyan pont, ahol te szorulsz a kutya segítségére. És így tudtok párba, harmóniába dolgozni. Azért ez sok, sok meló lehetett fejben így összerakosgatni a pályát. Nem tudod, hogy így... Hogy nézett ki ez egyébként így az elejétől fogva? Tehát így kitáltatok akadályokat, és akkor azokat megcsináltatok, és utána mentetek, kipróbáltátok, vagy meg lett támadva, és akkor az első versenyen volt egy éles teszt? Nem. Azért ennél komolyabban veszem a dolgot. Fölítette egy kérdést, ez hogy van ez, hogy én csinálom-e, én Igen. vagyok-e, igen. És az Atya Úristen ki is kértem magamnak. nagyon sokszor elhangzik, és nagyon sokan mondják azt, hogy én vagyok a Hard Dog Race, és engem azonosítanak a Hard Dog Race-re. Persze, mert én ülök itt, én beszélek, én alapítottam, de azt azért el kell mondani, hogy nem én vagyok a Hard Dog Race. Tehát már a legelső perctől fogva, hogy ez a tervező papírról kikerült ez az ötlet. Hát és, mekkora a csapat igazából? És elkezdtem megvalósítani. 2016-ban volt az első verseny, onnantól kezdve én nagyon sok segítséget kapok. Tehát rögtön két barátom mellém állt anyagilag, erkölcsileg, ötletekkel, kreativitással segítettek, és utána pedig, ahogy telt múlt az idő, folyamatos segítségeket kaptam. Tehát már az első versenyt sem tudtam volna önállóan megrendezni. Amíg ekkora rendezvény nem csodálom, nem, mert nem, van nekünk is egy pár a hátunk mögött. Ez abszolút nem lehet. És ugye a speciális mi volt, hogy az elején csak én terveztem az akadályokat, most már besegítenek, van egy kis úgymond műszaki csapata a Hard Dog Race-nek, akik építik a pályát, srácok, és ők is mondanak már esetleg ötleteket, hogy mi lenne, hogy. És a végső pontot egyébként azt mérnök teszi fel az egészre, mert attól, hogy én megálmodok valakit, nem vagyok mérnök, megtervezem, oda viszem hozzá, tervez azt a figyelsz, hogy fog kinézni, azt mondja, hogy jó, oké, ez működik, de itt még meg kell erősíteni, mert el fog dőlni, vagy statikailag nem bír, stb. Tehát azért nagyon fontos a biztonság. Világos, közben itt Renáta, Bence András, a Csebész engem sem fogott meg a Wild után. Várjuk nagyon a brutált, ha nem lesz lázadunk. Ezért sem ígéri meg. Ez igen, olyat ígérek, amit be tudok tartani, tehát pontosan. Mi lesz azokkal az elemekkel, amiket megépítetek? Az van, tároljátok egyébként valahol, és viszitek újra, meg újra föl van használva, vagy pedig
egyszer felépítitek, lebontjátok, aztán Nem. Ez úgy van, hogy egy részét tároljuk, tehát van egy raktárunk, ahol szétbontjuk, elrakjuk, egy része pedig újra felhasználásra kerül. Na, nagyon szuper. Kulisszatitkokat nem adnék ki. Nem is kell, csak hogy kíváncsi volt, hogy az akadáknak mi lesz a sorsa. Mikor lesz a következő verseny? Következő... A versenynaptárunk még alakul a 2019-es, ugye vagyunk már több országban külföldön is, és jövőre még több országot, tehát új országok fognak belépni, ez egy hatalmas nagy munka. És nem raktuk még össze a 2009-es versenynaptár, tavasz az biztos, most tavasz Magyarországon, igen, Magyarországra új helyszínt keresünk, mert ott hagytuk Pilisszcsévet. Mert unalmas vagy, mert... Nem unalmas. Más okok. Nem, én nagyon szerettem Pilisszcsévet, ott született a Hard Dog rész, tehát ott tettük meg az első botladozó gyerekbetegségeinket, lépéseinket, de kinőttük a pályát, rendezvény, tehát méret, parkolás, infrastruktúra szempontjából, illetve a másik, ami fontos, hogy szeretnék újat adni. Tehát azon a pályán kijelöltünk már nagyon sok útvonalat, szeretnék valami... Kimaxoltuk, igen, és szeretnék valami újat. Kinőttétek, tök jó. Szeretnék egy olyat. Nagyon jó. Közben itt külön kérik, hogy legyen Németország. Lesz Németország, most elállom a kulisszatitkot, tervezzük a Németország versenyt, ez most hangzik el. Először média történelmi pillanat a Gibbonban. Hallatszik először, hogy jelen pillanatban folyik a tárgyalás német országgal, hogy szeretnénk versenyt. Nagyon szuper, hogy Ausztráliába is elmennek, és menjetek Svédországba is. Viszont tényleg itt az ötletek, nem kell egyetlen. Mindenhol megtalálni. Viszont említetted a speciális múltat. A katonaság Afganisztánban is jártál, ha jól tudjuk, tűzszerész voltál eleve. Kutyával dolgoztál már ott is. Onnan van a kutya szeretet egyébként, vagy az már előbb is elkezdődött? Nem, az előbb az gyerekkori, tehát ez egy családi történet. Az nagyon korai, tehát az első emlékeim azon már kutyával kötődnek össze. Ez szuper egyébként nekem is. És amikor ugye tűzszerésznek mentél a katonaságnál, igen, tűzszerészként dolgoztál itthon is és Afganisztánban is, cél volt, hogy olyan területen helyezkedj el a seregben, ahol kutyával tudsz együtt dolgozni? Igen. Tehát, hogy eleve igen, úgy mentél oda, hogy hova megyek, de kutya az legyen. Igen, ennek az a sztoria, hogy kicsit ilyen, nem is tudom, rejtőkönyves a sztoria, hogy én volt egy nagyon jó barátom, aki kutyavezető tűzszerészként dolgozott. Egy önkéntes mentőkutyás csapatnak voltam tagja, akiket innen is üdvözlök, és nagy hála nekik. És nagy... van szó, lehet tudni? Igen, ez a Lecki Saci által vezetett panelkutyás kutató mentőcsapat, akiktől nagyon sokat tanultam, és nélkülük nem... Ők alapozták meg azt, hogy katona tudjak lenni, hiszen az ottani tapasztalatoknak köszönhetően kerültem be a seregbe. És ők tényleg a Saci és az a csapat tanította meg, hogy melyik a kutyának az eleje, meg a hátulja. Tehát így komolyan. Nem, egyébként tényleg, tehát vannak olyan kutyás szakemberek az országban, akikhez képest, ilyen Saci is például, és sokan, akikhez képest én még mindig csak ott tartok, hogy melyik a kutyának az eleje és a hátulja. Tehát azért itt... Minden tiszteletem az övék, mert én is ismerek ilyet, és... Nem, ez az a szakma, amit végtelenség lehet tanulni, és elképesztően igen, sokat lehet csiszolni a tudást. És ebben a csapatban megismertem egy lányt, akiben nagyon jó barátok lettünk, és ő kutyavezető tűzszerész volt, és tartottak egy nyílt napot, és én bementem erre a nyílt napra. Kíváncsi voltam, hogy dolgozik a kutya robbanóanyagra, az csak ott lehet megnézni. Megnéztem, kíváncsi voltam, és egyszer csak odalöktek az ezredes elé, hogy itt ez a srác, és kutyázik, és ezredes úr üljön már előre, beszéljen. És fölébredtem, és ott voltam Afganisztánban, tehát ezt körülbelül így kell elképzelni. Milyen szert kaptál, nem? Ez a piros meg a kék bogyóból vegyél be egyet, aztán Afganisztánban érted. Jó, hát ez így erős, meg így el van viccelve nyilván a sztori, de elém raktak egy papírt, hazamentem, megbeszéltem a feleségemmel, rám nézett, azt mondta, már döntöttél mi? És akkor és az Afganisztán akkor az ilyen ajánlásból jött, vagy azt mondták, hogy fiai... Nem, ez a beosztás, nem, ez úgy van, hogy van egy alapbeosztás az embereknek, az a kutyavezető tűzszerész volt, és ez egy vezényléses történet, tehát hogy kiküldetéssel majd Afganisztánban. És akkor dolgoztál itthon is egyébként így tűzszerészként kutyával? Igen, tehát kutyával is, és a hagyományos tűzszerész munkát is. Bármilyen formán összehasonlítható ez a két
világ, ami Afganisztánban volt, és ami a munka tekintetében, mert értem, hogy vagyunk Magyarországon, más, ahol itt vagyunk más, békében, más, és kint meg nem, elmegy nem, a háború. Nem, hát két teljesen más világ. Ugye itt a magyarországi tűzszerész munka hagyományosan a második világháborús robbanó hatástalanításról szól, ez úgy nevezett tűzszerész járőr munka, lezárják a Moszkva teret, mert ugye a srácok dolgoznak. Ugye ez is volt szerencsém, és a kutyavezető tűzszerész, amikor kutyával megkereste a robbanóanyagot, az viszont a modern cuccokhoz, az úgynevezett ID-hoz kötődik, annak a felkutatása és ugye hatástalanítása, két teljesen más szakterület, és szintén azt tudom mondani, mint a kutyázás tekintetében, hogy annak a közösségnek is nagyon sokat köszönhetek, nagyon sokat tanultam ott is, és szintén az, hogy azt a szakmát is életed végéig tanulod, és én csak belekóstoltam a tűzszerészetbe. Tehát kicsit nagyképű azt mondani, hogy én tűzszerész voltam, mert szintén vannak olyan emberek, akiknek a szaktudása, aki sehol nincs az enyémhez képest. Nagyon levizsgáztam, megcsináltam, de hát... Hát pont fordítva. Tehát igen. Tehát azok semmi, sehol nincs az enyémhez képest. Igen, jelzik? Tehát, igen, persze, hogy ne jelzik. Nem tudom, tehát nem biztos, hogy hiányozna Afganisztánban a táborús övezetben. Az a maga a katona lét, igen, ezt nem szégyenben van, hogy hiányzik. Van egy német mondás, ami azt mondja, hogy einmal soldat, immer soldat, és ha egyszer katona voltál, akkor aki egyszer katona, örökké katona. Igen, igen, igen. Van ebben valami. Van valóság alapja? Van. Viszont elérkeztünk, sőt, tehát megy az idő. Jó, megy, nagyon megy, a bármeddig tudunk hallani téged is. Nem válaszoltam egy kérdésre, de komment szekciónál vissza tudunk térni. Pontosan azt akartam mondani, hogy nyugodtan írjatok még kérdéseket, láttuk, hogy jöttek kérdések, meg lesznek válaszolva a két játék között a komment szekcióba, és nyugodtan dobáljátok be még kérdéseket halomra, tehát hogy lesz rá idő, amikor foglalkozunk vele. Viszont a műsoridő most per pillanat elérkezett az első játékhoz. Első feladatod, már nagyon vártad, nem? Nagyon várom, igen. Végre egy vendég, aki megnézte, hogy mit nem vár. Így. Utána nézett. 5x3-ot fogunk játszani. Adott témában 5 másodperc alatt 3 példát kell felhozni, amennyiben nem, jár a bünti banán, de előtte nagyon fontos, válasz egy játékos társat, légy szíves, kivel szeretnéd megmérni a 5x3-as erődet. Nem lehet túlesni rajta, hogy együtt meg mind. Figyelj, együtt meg a banánokat. Ezt utáltal, hogy ezt a játékot, ezt mindenképp megszívja az ember. Tehát itt se okoz, hogy nem lehet senki. Érzed a párhuzamot, a Hard Dog rész és a teljes műsorok? Igen. Nem szeretnék senkinek a szavába vágni, de akkor lenne igazad, ha úgy találtuk volna ki ezt a játékot, hogy csak te játszod és mi röhögünk. Mi viszont felajánljuk magunkat ugyanúgy játékostársnak. Úgyhogy... Csak tedésd el, hogy melyikünk szenvedjen veled. Nem lesz, hogy egyszer az egyikötök a másik. Tehát mind a kettőn szenvedjük. Nem, teljes mértékben. Így is mind a ketten szenvedünk, úgyhogy rád van bízva a választásokba. Miért te jöttél? Csak mi mondom? Jó, oké. Rendben. Engem? Téged választok. Cseréljük helyet? Nem kell, maradj ott nyugodtan. Jó. Ugye a játék nagyon egyszerű, nézzünk rá mindjárt egy példát. Mindig előre ki kell választani, hogy melyik lesz a bünti banán. Elmondom, hogy hogy vagyunk sorba. Ő lesz a fahéj, a szegfűszeg, a szerecsendió, ő kurkuma. A kurkuma, és piros arany, nem csípős. Remélem, nem csemege. Csemege. Melyiket kell egyet szület szerint? Egyik finomabb, mint a másik. Mi volt ez? A fahéj jöhet, ez mi volt? A szegfűszeg kabaré, tehát hogy mászik van, hogy van vized? Nem, szegfűszeget nem közben kell. Közben Renáta írja, hogy pontosít, mármint akkor is lázadunk, ha csúszik. Ez a ugye a brutál. Ja, igen, jó. Tehát mindenképp lázadtok. Nagyon szépen köszönöm, ez jó esély. Rendben, viszont akkor add ide légy szíves a kérdéseket nekem. Mindenféleképpen, ott fogod. Nézzünk egy példát tartani. Először, ugye ez az, amit most nem lesünk, mert akkor fogom... Szépen megkapni, nézzünk egy példát először. Rike, 5 másodperc alatt légy szíves, mondjál nekem 3 állatot. Kutya, macska, ló. Ez a kutya. Ez az adás, tudod. Ja, igen. Szaluki, magyar agár, meg az angol agár, jó? De mondja meg kutyákban. Bocsánat az agarasoktól, ezt nem mondjattam ki. Hát engem most értettél végig. Na végre ennek lesz tétje ennek a mérkőzésnek.
Gibbonisták... Szeretem okay. az akarakat. Okay. Gibbonisták, tartsunk össze. Egyrészt küldhettek ti is ugye kérdéseket, mi persze készültünk, hogyha csak úgy bedobtok egy kérdést, akkor az a soron következő versenyző fogja megkapni, hogyha pedig direkt valakinek szánjátok, akkor írjátok oda elé, hogy kinek szánjátok ezt a kérdést. Én szépen kapni fogom sorban a kérdéseket, és tesszük, megnézzük, hogy ki nyeri a mai ötös fordulót. Neked is felhőszek egy próbakérdés, csak azért, hogy bemelegítésként tudjam, még nem kell banát választanom. Most még nem kell. Mondjál, légy szíves, három robbanószert, ami arra végződik. Fair játék lesz. Kérdés szépen. Jó az uraknak. Ki fogja kezdeni? Anya, ha csuklasz, bocsi. Jó. Természetesen én abszolút kezd... átadom a vendégnek a kezdés jogát. Te úr vagy. Neked válogatják a kérdéseket, én így innentől van. Oda se nézek. Én vállalom egyből a banán erőst. Jó, rendben, melyiket vállalod, de azért föl fogjuk tenni akkor is a kérdést. Fahéjas. Fahéjas, tehát te egy kis karácsonnyal kezdesz, értem. Rendben, ez esetben az első bocsánat, kérdés. Bocsánat, a szabadba vágok, de óra készen el, a technikusunkat meg kell kérdezni, minden rendben van, csak egy ilyen, musz egy ilyen checklistet időnként csinálni. Ez így van. Mike is ki szokott segíteni, én is kisegítem, ez így megy. Látjátok? Így van, megfogja nekem a papírt, tehát ez így működik. Na kérem szépen, András. 5 másodperc alatt mondj nekünk 3 tárgyat, amin nem repülnél. Én bármi repülnék. Hát ami repül, hát a hogy ne? Repülni jó dolog. Hát ez az ilyen... Gőzmozdonyon? Hát ha tud repülni. A gőzmozdony repült a Visszajövőbe című filmbe, bocs. Ebben mondjuk teljesen igazad van. Én ezt elfogadom. Jó. Én ezt elfogadom, mert valóban meg lehetett fogni minket, úgyhogy megkapod az első pontot, és nem kell megednek oh, a banánt. Rike, te hát hogy az, az volt a kérdés, hogy 3 tárgy, ami nem repülne, és kap pontot, miután nem mondott 3 példát. Jó, hát kérdezik, mert az a válaszom, hogy minden repül. Ami repül, Oké, értem, csak hogy... Mert segítsetek, jó, könnye, a 3 szín, az a kedvenc kérdés, a 3 szín, 3 agárfajta. Igen, agárfajtákból nagyon ott van, Rike. Készen állsz? Nem. Nem? Akkor nem. Válasz egy banánt, kérlek szépen. Hú, nem is tudom, hogy... Válom a kérdésedet. De már most röhögsz, az nagyon nem jó. Nem tudom, hogy ki adta a kérdést, de nem akarom. Hát a Viktor. Igen, mert most a technikusunk szelektál nekünk kérdéseket, hogy ezzel is segítsük a játék menetét. Hát a fahéjashoz én hozzám, mert kurkuma, ez egy jó cucc. Na akkor kérlek szépen. Szájpadláson fog a nyelv. Rike, mondjál 3 virágot, ami Mikey-ra emlékeztet. Szegfű, rózsa, tulipán. Az anyám ideges úr, és miért? Ez azért, na. Mondja az, aki nem mondott választ, ez azért, na. Hát annak is örülök, hogy egyáltalán eszemított 5 másodperc alatt bármilyen virág, pontosan ilyen stressz helyzetben. Oké, okay. Na ez volt a bemelegítő kör, vegyük komolyabban, uraim, ezt jó, a játékot, de az első kör után az állás 1-1. Úgyhogy... Fölkötöttem a gatyát, mert érzem, hogy beszóltak az agarasoknak, úgyhogy itt nincs más. Igen, nem, ezt imádom az agarakat. Tudom. Jó, na akkor nézzünk tovább, kérlek, ugyanúgy maradsz a... Maradok a fahénál. Maradsz a fahénál, rendben, akkor... Készen állsz? Hogy ne. Szuper. 5 másodpercen mondd, hogy mondjál 3 dolgot, ami miatt nehéz ez a játék. A hülye kérdések, a 2 műsorvezető és a banán. Ó, benne voltunk? Pont. Épp benne voltunk. Pont. Azt a mindenit. Hát akkor kapsz 4 pontot. Okay. Az okay. Már 2. Nagyon jó, egyébként nem szoktak így menetelni előre a versenyzők. Utána nézett, azt mondja, hogy úgy van kitalálva, hogy biztosan legyen, még egyet sem evett. Uh-huh. Jó, tehát záporozzanak nyugodtan a kérdések, a technikusunk szelektál, hogyha valakinek címzitek, akkor azt írjátok oda elé, és hogyha kérdés fogalmazódik meg bennetek, ami nem a játékkal kapcsolatos, azt pedig fel fogjuk tenni a 2 játék közti komment szekciónak. Még tessék bátran írogatni a kérdéseket, és jöhet is a következő. Rike, maradsz én a esetben a... Abszolút, én a kurkumára esküszöm, amíg meg nem eszem. Kurkumára esküszöm. Jó, rendben, ez esetben megvárjuk szépen nyugodtan egészségedre. Szükség lesz majd egyébként, egy kicsit hagyjál a szekfűszeg utánra. Jó, Rike. Igen. 5 másodperc alatt mutasd be 3 hangot, amitől megrémülsz. Addig jó, amíg én nem utánzom hangot. Be kell, hogy véssem. Jó étvágyat kívánok! Még mindig szereted? Olyan rég játszottál, meséljél. Persze ráérsz.
Hát, különösen a szájpadlásom szereti, és a kurkumának az ismertetőjére azon túl, hogy sárga. Föltapad. Nagyon durva. Föltapad és ott marad. Úgy egy napig. De egyébként én korábban azért szerettem mindig a kurkumát, mert egyébként nekem a kurkumás banán valahogy ez egy sokkal fogyaszthatóbb, mint a fahéjas. Mondjuk ez igaz a szerecsendióra is. De itt bemelegítésnek jó volt, abszolút, és örülök neki, hogy újra játszhattam, mert nem is játszottam még ebben az évadban. Igen, szerintem sem egyébként, mindenki engem választott, úgyhogy ennek most nagyon örülök. Volt egy kis nyomás direkt, igyekeztem most már nem én veszíteni. Éreztem. Na, jó, második kör után az állás, 2-1. András Javára, András és Emese kérdése következik, de Emese írta neked. Ojaj. Nagyon messziről írhatta, mert lassan jött. Hagy tippeljek ki az MS-re. Melyiket választod? Maradsz a fahénál? Maradok a fahénál. Na akkor, 5 másodperc alatt. András, kérlek mondjál 3 Hard Dog Race helyszínt, de várost. Piriscsév, Dabrova, Gornica, Opatov. Hát azt hiszem benne vagyunk. Úgyhogy köszönöm MS-re. Köszönöm MS-re. Jelezném, hogy soha nem volt még 100%. 100% a harmadik kör után senkinek a teljesítmény, nem hogy a vendégé, senkié, pedig mi azért hetente játsszuk a játékot. András, feladtad nekünk a leckét. Látom, Afganisztán azért tényleg megedzett. Nem eszünk csak úgy akármit, tudom. Na jó, tényleg ez milyen egyébként a kaja szempontjából? Kemény volt? Mondjuk azt, hogy én nagyon szeretem a mákot. Ott van dögivel nyilván, de más formában. Hiányzott, tehát úgy ettem volna egy mákos gubát, tehát az volt az első hét hónapot voltam kint, illetve voltunk kint, és úgy mákos gubával indítottam meg. Hát egy síkú a kaja, tehát azért vannak... Csak a kis csomagolt katonai kaják? Nem, normálba főznek rád, tehát van egy konyha kint, ugye ott a magyar tábla volt egy konyha. És a magyar konyha nem volt mákos guba? Nem magyarok csinálták a konyhát, tehát nem magyar szakács volt, csak magyar tábora volt. És hát mondjuk azt, hogy jó volt a hazai koszt, miután hazajött. Jó esett. Jó esett az első 400 évvel. Ezt meg tudom érteni egyébként, úgyhogy hát én... Rámész? Rige kiválasztotta a szegfűszeges balánt. Bármit, csak fahéjat ne kelljen enni. Figyelj! Azt vallom. Hát az van, hogy szerintem közelebb is húzhatnád magad, megérkezett a kérdés. Rike, mondjál 3 dolgot 5 másodperc alatt, amiért irigyled a nőket. A cicik, a fenekük, meg a melltartójuk. Ezt belefértem az 5 másodpercbe? Cicik, fenekük, melltartójuk? Szeretnél melltartót hordani? Nem hordani. Megteheted. Lehet, a melltartójuk. Most csak valamit mondom kellett, hogy beleférjek, hát majdnem meg kellett tennem. Jó, én elfogadom, mert nem tudom, hogy miért, tehát nem tisztem eldönteni, hogy miért ezeket irigyled. Úgyhogy teljesen rendben vagyunk. A harmadik kör után az állás 3-2. Még van esélyem, hogy behozzam. És hány kör van? 5. Ha döntetlen lesz, akkor pályán, van egy extra. Így van, ha döntetlen lenne, akkor lesz egy extra. No, maradunk a fahénál, ez azt jelenti, ugye? Maradunk a fahénál. Én ezt nem hiszem el komolyan. És ráadásul, mivel te nem akarsz fahéjasítani, akár 2-t is edd be. Teljes már. Nem, azért, hogy már van pontom, úgyhogy a fahéjast megúsztam, most már igazából bármi jöhet. Na, figyelek. Jó, Gábor kérdése következik, de nem hozzád. Attól még figyelek. Attól még figyelj. 5 másodperc alatt 3 észak-amerikai ország. Egyesült Államok, Kanada és... Kettőjában nincs harmadik. Van harmadik Észak-Amerikai ország? Én is gondolkozok, hogy mi tartozik még. Megfogtál, Gábor. Gábor Dukai, most ki kell, hogy mondjuk. Írd meg, légy szíves, hogy mire gondoltál. Na, harmadik, még nyugodtan. Ha van. Nekem is csak 2 van meg így a fejemben, így Észak-Amerikát tekintve. Egyesült Államok és Kanada. Mert ugye én gondolnék itt Alaszkára, de hát az is Egyesült Államokhoz tartozó. Gábor, légy szíves, írd meg, hogyha úgy van. Félretesszük azt az egyet. Tehát nem itt kell van, még. Megeszem, mert ide teszek egy pontot, mondani. És megvárjuk a választ. Mert hogyha nem tudunk, hogyha Alaszka lett volna, akkor ugye az nem. Hogyha az nem, és akkor be kell dobni egy másik kérdést majd. Így van. Azt mondja, hogy Mexikó, de hát az Közép-Amerika. Kőkeményen Közép-Amerika. Bizony, ott kezdődik Közép-Amerika, ha föntről nézzük. Viszont Demesétől kapunk egy olyat, hogy Grönland Észak-Amerikához tartozik. Elméletileg. Igen? Jó, igen? Hát ennek mindenképpen utána nézünk.
Akkor most tanultam valamit. Én is. Már a technikus kollega böngészi a... Elvileg a böngészi már akcióban van. Így van, böngészi, az választál, légy szíves egy... azt mondja, hogy nem elméletileg, hanem földrajzilag. Úgyhogy, hát Grönland lett volna. Jó étvágyat kívánunk! Tök jó, hogy ez ilyen gyorsan kiderül. Imádom a technikát. Én is. Meg azt, hogy játszunk, és közben tanulunk. De Mexikó az Közép-Amerika, az nem Észak-Amerika. Ezt viszont biztosan tudjuk. Na milyen, ugye egy falat karácsony? Még finom is. Én nekem a kedvencem van, Rike nem bírja. Komolyan. Én a fahéjusat nagyon csinálom. Mindig a végére szokta hagyni, hogy elnyomja a többinek az ízét. Én bármit megtennék, hogy nekem még egyszer fahéjus banánt ennem. Nem szokott mindig. Például ennél helyette pirosan is. Igen. Maradsz a szegfűszegnél? Ne, én beleszúrtam direkt. Egyet kiválasztok, az ott is marad. Jó, rendben. Akkor a negyedik kör következik. Megvárjuk a kérdésedet. Na, mint az én részem, rendben. Így van, a te negyedik köröd, így van. Egy pici türelmet kérünk szépen, elvileg érkezik. Meg is érkezett? Na, akkor mondjál egyszer 5 másodperc alatt 3 márkát, amit sosem reklámoznál. Egyébként, mert ha bejelentkeznek, akkor érted. De én ilyen... Te mi, a Libre Media ribi vagyok. Akkor jó étvágyat kívánok. Most gondolkoznom kell, hogy mi az jó, a három... Jó, én azért nem gondolkodok, beírom a nullát. Nem, nem, most már kíváncsiak, hogy biztos van 3 olyan márka egyébként, amit... Jóké, mondjuk a gyors étterem láncokat, és most egynek sem mondom ki a nevét, azokat mondjuk egyébként nem szívesen. Tehát de van az a pénz. Persze. Na. Van az a pénz, amiért megeszem ezt a banánt. Van el, úgy mondom. Szerintem van az is, amiért megennéd a fahéjasot, csak úgy mondom. Persze, remélem, mert abban könnyebben mennék bele, mint egyik másik gyors étterem láncnak a reklámozásába. Az amúgy nagyon... Az van, ugye, nem tudom neked mennyire van meg, hogy a szegfűszeg, az gyakorlatilag az alapanyag akár az összes ilyen fogfájás csillapítónak, és így tovább. Tehát úgy el tud zsibbadni az egész... Jól esik, mert na, volt egy akkor... érzékenység a napokban. Azt mondja a Wikipédia, itt jött egy bónusz info, amíg te szenvedsz, addig elmondjuk, hogy Mexikó is Észak-Amerikához tartozik. Akkor mi a kulpa attól a nézőtől, akit lehúrogtunk, hogy jó, az Közép-Amerika. Igen, de mindegy, hogy tanultam, hogy Közép-Amerika. Lehet, hogy áthelyezték azóta. Ő csúszott. Én is úgy emlékszem, de igazad van. De imádom az interaktivitást, és legyetek is mindig így velünk. Tök jó vagytok, ezt most Daninak köszönjük, aki simán csak így bewikipédiázta nekünk, és így belinkelte, hogy figyú srácok, ez van. Jó, most már megettem a banánt teljesen, most nem tudtam 3-at mondani, közben 4. És most már 4 van. És lehet, hogy még több is. Meggyőződésem. Mert Észak-Amerikához, amely Közép-Amerikát és a Karibi térséget is magába foglalja. Ó, hát akkor... Közigazgatásilag, akkor ez így van. Most akkor hol kezdődik Közép-Amerika? Tehát, hogy akkor melyik az ország? Haladjunk egyéb van át. Persze, nem csak, hogy olyan jó megettem. De van még egy forduló. Igen, van, és most ugye a negyedik forduló. 3-2 az állás, és következik az utolsó, az 5. forduló. Melyik lesz a banánod? Rajta maradsz a fahéj? Maradok. De olyat már ettél. Ettem akkor. Jaj, kicsit. Gyáva szart. Ez milyen volt? Szerecsendió. Legyen a szerecsendió. Bevállalós. Na, jó. Na akkor figyelj, 5 másodperc alatt 3 műsor, amit nézel, de nem szívesen ismered be. Nem nézek műsorokat, nincs tévém. Ott van mindjárt a Te jössz, ugye azt nézem. Ja, Te jössz, azt nézek, csak és ezt nem szívesen ismerem be, és vége az 5 másodpercnek, igen. Jó étvágyat kívánok. Oké. Okay. Erős kezdés után egy nagy visszaesély. Esélyem egyenlíteni, lehet, hogy lesz 6. kör. Látom a kérdésed, nem. Ti tényleg szeretitek ezt a játékot? Aha. Egyébként igen. Mi szeretünk szenvedni. Akkor egy jó piros-aranyos banán, mert én piros-aranyos banánt még nem ettem. Nekem az új lesz. Neked az új lesz? Na, igen, de itt az ideje. András most végre újra a háborúban érzi magát. Megküzd. Mondhatnám, hogy finom, de ha tudnék. Kint tanultam Kolozsváron a következő kis mondást, ez a nem rossz, nem rossz, de a jó az nem ilyen. És teljesen igazuk volt. Igen, ez ilyen. Figyelek. Rike, ja, piros aranyat választottál. Igen, megvagyok. Akkor 5 másodperc alatt mondjál, légy szíves. 3 munkát, amit csinálnál a mostani helyett. Bringafutárkodás, cirkuszi, vagy cirkusznál tulajdonképpen bármit, és itt járt le az időm. Hát, jó étvágyat kívánok a piros aranyhoz, és... Pedig ezt a kérdést szeretném, mert van így egy pár munka, amit éppen nagyon szeretek csinálni. Ez egy ilyen visszatérő kérdés? Nem, ezt a kérdést, ezt már
megkaptam egyébként is, már megkaptam az előző munkáim alatt is, hogy ha nem esned, akkor mit csinálnál, és mindig volt rá válasz. Egyébként a biciklifutárkodás az egy olyan dolog, amit ha nem biciklifutárkodok, akkor bármelyik munkahelyet azt mondom, mert voltam biciklifutár, és imádtam, az egyik legjobb melón volt, csak nagyon... Abban is nagyon sokat utaztam, csak nagyon kis területen, ezért sokkal jobban szeretem artistának lenni és a világon utazni, nem csak egy városban. Teljesen érthető, de ezzel még nem úszod meg a piros banánt. Jó étvágyat kívánok! Na. Ez esetben elérkeztünk a végeredményhez. 3-2-re András nyert, 1-2-3. És gratulálunk. Gratulálunk! Köszönöm. Na. Finom volt a banán. Mielőtt kedves egészségedre. Hú, ez a pirosan azért ez nem dobta fel a kedvem. Nos. Mielőtt belecsapunk a komment szekcióban, elkezdjük megkapni a kérdéseket. Van hozzád még egy nagyon nagyszerű kérdésünk, ugye direkt elővetettük veled a telefont, ezt közben minden eltűnt. Ne azért, hogy lássuk, hogy milyen van. Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogy mi volt az utolsó Google keresésed? Hogyha megtenned, hogy megnézed, hogyha olyan, hogy ezt be lehet mondani, akkor nagyon kíváncsiak volnánk rá. Ha tudod fejből is, kicsit kevésbé hiteles, de ezért mondtuk, hogy... De nyugodtan, ha véletlenül olyanra néztél rá, amit megértünk, hogy nem. Huncutlányok.hu Igen, akkor, ha nem akarod bevallani, akkor ezzel egyébként nem. Természetesen semmi gond, tehát ha vállalható... Volt már olyan vendég, én láttam egyébként, hogy így megnézte, és valami olyan fals dolgot mondott, hogy nem igaz. Nem mertem. Most fog kiderülni, hogy barlanglakó vagyok, hogy nézem meg az utolsó Google keresésen? Homolyan? Írd be, hogy Google. Igen, és akkor ott igazából, amikor elvileg, hogyha rányomsz, akkor ki kéne írni. Ével, nem H-val. Azaz? Jó van, igen. Jó van, az. Én barlanglakó vagyok. És oda nyomjál rá, igen. És ott az utolsó. Ezt sose találjátok ki. Szerintetek ez mi? Fisherman's, hát a halászbástya, nem? Mm-hmm. Fisherman's Bastian. Igen. A halászbástya. Halászbástya kereste. Nem mondod, hogy az lesz az egyik akadály. És miért? A következő versenyen. Ültem ma egy kávéházban, eljött két izraeli lány, és a halászbástyát keresték, és mutattak nekem egy szöveget. Uh-huh. Zárójelben pedig a halászbástya. Halászbástya, és csak a halászbástyát értettem belőle, mert az anya nyelvükön volt a szöveg, és így néztem, és ezt keresték, ezt szerették volna meg. És segítettél. Na, de ugye milyen jó, ezért szeretjük egyébként, mert te neked sincsen a fejben, hogy mire nézel rá, és akkor tessék, itt van. Viszont van még egy, amit mindig megkérünk a vendégeinktől, ha benne vagy, bele kéne oda a kamerába mondani, igen. Hogy lájkoljátok a Gibbon Games-t, és kövessetek minket a Facebookon és a YouTube-on is. De ez miért kell mondani, ez természetes, nem lájkoltátok, hogy nem követitek még a Gibbon Games-t? Micsoda vendég. Dolog ez, hogy szégyeljétek már magatokat. És ez a szokásos szokás, hogy szokás, szégyeljétek szégyelj magatok. Tényle máskor is. Így van. Jó pénzé. Ennél többet nem sokkal fogunk tudni adni. Banán? Nem kell nekik tudni. Na, jöhetnek akkor a kérdések, ugye? Igen, jöhetnek a kérdések. Szuper, Alex kérdezi, illetve Elek Alex, nem tudom, hogy melyik ilyen lesz a keresztnép. András, melyik volt eddig a kedvenc versenyed? Így a 3 évadból. Legutóbbi csehországi Opatov verseng, a legelső hardog résszel. Nyilván a legelső elindult. Ez abszolút érthető válasz egyébként. Igen, de az első az nyilván igen. Olyan, hogy, igen. Hogy az valahol egy örök emlék marad, meg egy szívik a gyerek. Pontosan hát ezt a szívébe zárja. Egyébként Elek Alex az, hogyha jól emlékszem, aki mindegyiken ott volt. Wow! Sokan vannak, akik mindegyiken ott voltak? Tudni, így van? Vannak nevek, vannak arcok, amik visszajönnek. Róla biztosan tudom, hogy mindegyiken ott volt. Tehát ilyen, van egy ilyen hardog rész fertőzés, akkor ezt elhangzom. Elek, kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire várod akkor a brutált. Dóri, léci, kérdezzétek meg Andrástól, hogy hogy érzi magát, ez a kedvenc kérdése. Hogy érzed magad? Remekül, Dóri. Köszönöm. Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést. Köszönjük mi is. Dóri például az összes külföldi versenyen ott volt, sőt, a 2017-es versenyek, az legelsőn nem volt ott, ha az a Dóri, aki a versenyeken is meg szokta kérdezni, hogy érzem magam. Zétényi Dóri. Ő az, igen. Ő ott volt, igen. Na, ott. Nagyon szuper. Lengyelországban mind a két verseny. Van egy út Dóránk is. Azt mondja, hogy menő a pólód, András. Köszönöm. De Deadpoolt mindenki szereti, ez olyan, mint a parfé, nem? Ó,
MSA írja, hogy Rige kér kölcsön egy melltartót valakitől, ha gondolod, holnapi challenge. Nem, a holnapi challenge-ünk a chili challenge lesz, ezt mondjuk mindenkinek, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi hogyan szenvedünk mérhetetlenül. Nagyon-nagyon durva csípős szószaink vannak. És igen, itt jön a kérdés, nekem is eszembe jutott, de elárulom nektek, hogy ugye van a Scoville skála, amivel mérik, hogy mennyire csípősek a paprikák meg a szószok. De várom. A hivatalos legerősebb paprika, a Carolina Reaper, az 1 millió 8 és 2 millió 2 között szokott lenni, de azt meg, hogy 2 millió az az általános Scoville értéke. Most nekünk van egy utolsó kenet nevű szószunk, aminek a Scoville skála. Én ezt hallani sem szeretném, bocsánat. 2 millió 800 ezer. Én már megkóstoltam, most Mikey azért nem várja, mert nem tudja, hogy mi lesz, én meg azért nem várom, mert tudom, hogy mi lesz. Egyikünknek se jó, tartsatok velünk holnap. Viszont András, te a műsor előtt megkértél minket, hogy csak csípős banán ne legyen. Megjártad Afganisztánt, sok mindent csináltál, csak akasztott ember nem voltál, és egy csípős banán fognak ki rajta. De egészségügyi oka van, vagy csak... Ennyire utálod. Soha nem találod ki. Akkor ezért kérdezik, igen. Nem szeretem a csípős ízt. Ennyi, hogy csak ennyi. Nem szereted. De a szegfűszeget azt szereted. Szereti a fene, de nem tudtad, hogy az ezt nem tudtad kizárni. Igen, nem. Csípős nem az én világom. Ő se szeret engem, én se őt. Nem. Elvagytok egymás nélkül. MS-ének egy kérdése hozzád, a legfontosabb túlélési tipped? Mi a legfontosabb túlélési tipped? Vigy egy kutyát. Legyen veled egy kutya, és él túl. Kedvenc kutya fajta? Minden kutyát nagyon imádok, de én juhász kutya párti vagyok, belga juhász jelen pillanatban. Az van, de van otthon, ő volt a szolgálati kutyám, igen, és a juhász kutyának van egy bája, amit szeretek, német juhász, és belga juhász. Szuper, nem? Csak... És nem az agár, ez ugye kiderült. De agarat is nagyon szeretem. Na jó, de mindenkinek van egy kedvencet, én szeretem az összes kutyát, mégis a perzsa agár a kedvencem. Sokáig nem, egyébként nem igaz, mert a kínai kopasz kutya az szintén nagyon nagy szerelmem. Dóritól ismét van egy kérdésünk, Zétényitől. Légy szépen, kérdezzétek meg Andrástól, hogy nem ez már volt. Ez nálam valahogy becsúszott ez a kérdés. Nem, becsúszott ez a kérdés valahogy kétszer, semmi probléma. Ella kérdezi, és tegyétek hozzá, hogy kedves András azt nagyon szereti. Akkor ez most nálam valami teljesen szétcsúszott, úgy látszik a kommenteknél. Van még valami, amire nem válaszoltunk? Mert hogyha nem, akkor viszont olyat az utolsó játék, amit kérlek vezess is föl. Így van. Jött még egy? Nálam egy még jön, nálam valami szétesett ez a technika. Tehát Ellának az illene válaszolni, hogy... Hát, hogy mit kell hozzátenni? Azt, hogy kedves András. Dóra Gúd, hogy van Ronin? Futsz még vele versenyen? Ronin a kutyája. Igen, ő volt a szolgálati kutyám. Roninról azt kell tudni, hogy ő útközben elvesztette az egyik lábát, így azt szoktam neki mondani, hogy ne lábatlan, hogy menjél arrébb, mert most csak három van neki négy helyet. Rövid távot még igen, tehát a 6 kilométert teljesítettem vele idén, tehát az idei bézünket lefutottuk. Nem vagyok ezzel unikum egyébként, most a Cseh versenyen is volt egy lány, aki háromlábú kutyával teljesítette, illetve a Soproni Falkába közösségben van egy srác, aki szintén háromlábú kutyával teljesítette most a bézt, de Roninnak ez volt a búcsóköre, tehát ő azért már elmúlt 9 szóval éves. Szolgálat közben történt, nem ez szoktam így félviccesen mondani, mert mindenki megkérdezi, hogy és mi történt a kutyával, szoktam mondani, hogy Afganisztánban elé ugrott a golyó elé, megmentette az életem, aknára lépett, tudod, ilyen hülyeség, nem, sajnos egy sima rák. Volt nála. Sajnáljuk, de örülünk neki, hogy három lábban hát, van, meg persze, is igen egészségben is tud veled futni. Mikey. Következik a páratlan páros tabellajátékunk igazából. Ugye ezt minden egyes vendégünk teljesíti, és fölkerül a megfelelő helyre, mert hogy időre kell zoknit párosítani. Itt egy tonna zokni, a feladat a következő. Akkor indul az óra, amikor elveszed a kezemből a kosarat, bátran borítsad ki ide az asztalra. Feladat az, hogy megtaláld az okniknak a párjait, és van egy, aminek viszont nincsen párja, annak a párja ott van a Rike zsebében. Nagyon fontos, nem kell, csak pár. Tehát azt kérdez, hogy be kell stokizni, tudod. Nem kell, csak legyen meg mindennek a párja. Ja. Viszont ha hamarabb megtalálnád valamiért, hogy három párral hamarabb azt, amelyiknek nincsen, ott még nem ér véget a játék. Tehát mindennek meg kell, hogy legyen a párja. És a páratlan. És a páratlan.
Közben becsúszott meg egy kérdés, ezt a játék után még megválaszoljuk, ígérjük nektek, hogy nem fogunk így, nem fogunk titeket itt hagyni, de most játék. Szerintem elég a hely. Akkor indul az óra, amennyiben készen állunk az órával. Készen állunk, nagyon szuper. Kezünkből Rike fogja közvetíteni. Mennyi időm van? Amennyit csak akarsz? Bármennyi van. Ez csak időre ugye... megy, tehát a leggyorsabb. De nem úgy. Jó, ja, értem, jó, lesz. Hát versenyben okay. Vagy. Jó, mi a rekord? 27-8-9? Valami nagyon kevés, fél perc alatt. Másodperc, tehát fél perc alatt van, még hozzá olyan lányok csinálták, egy-egy kézzel, akik indultak már Hard Dog részen, úgyhogy ez most egy Hard Dog rész házi csata. 23.9, Jézusom, az ennyire kevés. Nagyon gyorsak voltak. Hát lányok. Elindult az óra. Igen, és ezen elpúz András neki látott zoknit válogatni, most meg lehet tudni, hogy Afganisztánban a tűzszerészkedés mellett mennyit gyakorolta az okvárosítást, mennyire volt szüksége MS-killekre ott azokban az övezetekben, illetve ugye azt mondta, hogy már sok minden volt, csak akasztott ember nem, úgyhogy lehet, hogy most kiderül, hogy igazából zokni válogató például még nem volt. Nem, ez már kiderült. Igen, ez már kiderült, ott sem biztos, hogy ő szokta csinálni, de hát remélem, hogy mindenki most gőzerővel izgul a képernyők előtt, és mindenki egy emberként szurkol Andrásnak, hogy le tudja nyomni a csajokat, akik egyébként iszonyatos. Nem megszagolt a közben. Nem ért rólkodni, baszki. Én kizökkentem készségtudósításnak ezen, nem vége, hogy egy csúraim. Nagyon jó volt. És így oda raktam. De csak azért, hogy szájba lehessen venni. Közben nem összedett mind jó párokat sem, mert azért vannak trükkös zoknénk, és így néha összeakadnak. Én hát így jól csinálja. Nem, egyébként eddig teljesen rendben. Igen, ahogy elnézem a trükkös zokniknak, megvannak a párjaik, annak is látom a párját, csak rápakoltál mindent. Úgy, az is megvan. Úgy. Na annak, hol én látom, hogy... Kizárt, hogy kettőnek nincsen meg a párja, azok ott egyformák, de egyébként... Jogos, igen. Na, ott és akkor ezzel meg is van, és ugye megvan volt páratlan egy páros. Hát, bő egy perc fölött. Várj egy kicsikét, mindjárt megkapjuk. Mindjárt megkapjuk a pontos információt. 1.18.4, és ezzel felcsúsztál a 6 adásból, ami a 6 versenyzőből. Igen, a hatodik helyre. Hát, hatodik helyre. Igen! Például a legjobb 10-be. Gratulálunk! Köszönjük! Minden esetre a legviccesebben eddig te raktad ki. Ez, tehát az a kis... Finom odaszagulás, azt én imádtam. Elköszönés előttre maradt még egy kérdésünk, hogy ígértem, nem megyünk tovább. Már bízé, hát elszaladt az idő. Az ember ilyen jól szórakozik panállal is. Sor lett, szerencsére. Tíme, a kérdezi, mi és miért volt a legnehezebb döntésed életed során? Wow! De jó, hogy így a végén ezt szó után megkaptad, nem? Szívesen! Hogy melyik zokni, melyikhez tartozik. Közben írja Fruzsa, hogy zokni válogató akadályt a brutára. Természetesen. Mennyit fog segíteni a kutya benne? Legnehezebb döntés. Válaszolni a kérdésre. Nem tudok rá válaszolni. Én úgy gondolom, hogy az ember életében sok döntés van, amikor dönt, hogy jobbra, balra menj, most ugye nyilván átvitt értelemben. Nem vagyok az a típus, aki sokat agyal a nehéz döntéseken. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy minden döntés jobb, mint a semmilyen. Ez tehát nem szoktam tökölni. Igaz. Dönteni kell, csinálok egy számvetést, és menjen. Vannak nehéz döntések, de nem tudok egyet csak kiemelni. Bocsánat. Nem, semmi van, ez szerintem meg fogja érteni. Teljesen korrekt válasz volt. Mindjárt átadom a szót, egy dolgot még elárulok nektek, hogy a műsor után még egy videó le fog játszódni, ez egy jótékony célú, figyelemfelhívó videó, amihez a múlt heti kerekesszékes challenge-ünk is kapcsolódik, aki azt esetleg nem látta, okvetlen, nézze vissza, mert egy csomó érdekesség elhangzik benne, és aki tudja, az nézze meg ezt a videót is, mert az Államszállító Alapítványt ezzel tudjuk támogatni a múlt heti műsorunkon túl, hogy ezt a videót itt mindig lejátszuk nektek. És elérkeztünk a 6. adás végére. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Vendégünk volt Púza András. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm szépen a meghívást, és jótékonykodjatok. Nagyon-nagyon sok jót kívánunk, és sikert, és nagyon sok országot, ahol még lesz hátra rész. Igyekszünk, dolgozunk. Sok kérdésetekre nem is tudtam válaszolni. Bennem ragad, de mindegy, nem is törődjetek vele. Visszahívunk. Meg visszahívunk, így van.
Nézzünk végig gyorsan egy hetet. Hétfőnként van nálunk az Abrakadabra, ami az interaktív bűvész műsorunk. Kedden itt a Tejössz, ahogy most is itt ülünk. Szerdán jön a Challenge műsorunk szintén közösen. Aztán csütörtökön a Gibbongers, szintén Challenge műsor, csak család, sokkal... barát, de sokkal szexibb. Sokkal szexibb, mint mi. Pénteken a Vita műsorunk, a Doboz, vár titeket a... Szombaton. Fuzsi és Emese, igen, szombaton bulizunk, vasárnap pedig Barkóba, méghozzá ezen a héten lehet nyerni 2 liter koktélt a Place Barban, ezen túl a Sáréti Chili Farm fölajánlott egy 10.000 forintos vásárlási utalványt, tehát 10.000 forintért bármilyen chili szószokat, vagy chili terméket lehet majd tőlük vásárolni, úgyhogy aki szereti a csípőset, vagy ismer valakit, aki szereti a csípőset, úgyis közeleg a karácsony, úgyhogy megéri szerintem beszállni a vasárnapi buliba, mert nagyon jó lesz. Így van, és ha már csípős, holnap ugye Chili Challenge, és november 5-én hétfőn folytatódik a Place Barban a kőpapírolló bajnokság sorozat. Pontosan. Úgyhogy oda is várunk benneteket. Köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap után, azután találkozunk. Minden nap tartsatok. Sziasztok. Brandt Viktor vagyok, az álomszállító. Főállásban a Budapesti Közlekedési Vállalatnál dolgozom, mint trollivezető, hivatásszerűen pedig mozgássérült emberek álmait váltom valóra. Arra gondoltam, hogy egy elérhetetlennek tűnő álmot fogok megvalósítani több ezer ember segítségével. Ez az autó egy fantasztikus élményt ad, hatalmas távolságokat biztonságban, kényelemben tud megtenni. Aki benne ül, az hatalmas szabadsággal rendelkezik, bárhova el tud jutni. Elérhetetlen álom. Ennek a Mercedesnek az árából több mint 150 kerekesszékes emberen segíthetünk. Amikor egy mozgásült ember saját kezével hajtja mondjuk a kerekesszékét, és rácsatlakoztatunk egy ilyen elektromos kerekesszék átalakítót, akkor fantasztikus élményekhez jut, szabadságot adunk nekik, önállóságot, teljesen új élet veszi kezdetét, csak is 25 ezer ember 2018 forintjából valósulhat meg az, hogy 150 kerekesszékes emberen segíthessünk. Légy részese te is Magyarország legnagyobb összefogásának, ahol szükségünk van 25 ezer emberre. 25 ezer ember 2018 forintjából megvalósítjuk 150 kerekesszékes ember álmát ezzel az elektromos kerekesszék átalakítóval.